Sziasztok, szép napot mindenkinek! Most nagyon örülök ennek a felkérésnek, hogy ajánljak nektek valami jó kis olvasnivalót. Tudom, hogy ebben az időszakban nagyon nehéz elfoglaltságot találni magunknak, hiszen az otthoni bezártság kicsit lekorlátoz bennünket ebben, viszont akármilyen programot is találunk magunknak, mindenképpen jusson időnk az olvasásra. És e célból hoztam ma nektek az egyik kedvenc könyvemet, ez pedig Paul Young, a Viskó című regénye. Ez egy nagyon vallásos férfiről szól, akinek nagyon nehéz gyerekkora volt, és ebből a nehéz gyerekkorból rengeteg sérelmet és bűntudatot hozott magával, ennek ellenére boldog életet él a családjával. Egyik alkalommal viszont, amikor elmennek kirándulni, egy sorozatgyilkos elrabolja a kislányát. Ezután átmutatják a környéket, mindenhol keresik, viszont csak a széttépet ruháját találják meg egy viskóban az erdő közepén. Hát a tragédia lesújtja a családot, teljesen megváltozik az életük, és nagyon nagy bűntudata lesz az apukának, hiszen magát okolja a kislány eltűnése miatt. Bizonyos idő elteltével kap egy levelet egy ismeretlen feladótól, aki visszainvitálja őt ebbe a viskóba. Nyilván nem tudja, hogy kire számítson majd ott, úgyhogy töpreng rajta egy darabig, hogy elmenjen, de aztán úgy dönt, hogy elmegy. Aztán végül is tényleg nem találod senkit, vagyis mégis találod valakit. Ugyanis eltöltött egy hétvégét Istennel. De ezt nem egy hétköznapi találkozásnak kell elképzelnünk, hanem sokkal inkább egy rendhagyó köntösbe bújtatja Isten és az ember kapcsolatát. Az író saját fantáziája után írja le azt, hogy hogy képzeli el Istent, a mennyországot, az élet utáni létet. Nem kell semmiféle hittérítésre gondolni, vagy teológiai tanulmányra. Ez inkább egy fantasztikus életutazás szerintem, amihez szükségünk van a képzelőerőnkre és a fantáziánkra, elég erősen. És biztos vagyok benne, hogy miután elolvassák a könyvet, mindenki máshogy fog látni bizonyos dolgokat. És hát jó egészséget kívánok ebben az időszakban, és jó olvasást! Sziasztok!